Folytatjuk tovább a délelőttet, és a Turaida Színházba látogatunk, mert hogy már csak 8 nap van hátra a következő bemutatóig. A Kabaré című előadásról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Kisfaludi Zsófia, színművész, és Borbély Krisztina, koreográfus. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Jó reggelt kívánunk! Na hát nézzük meg, itt én készültem egy picit, és ugye az eredeti előadásokról is utána néztem, méghozzá először egy film volt ez a bizonyos, vagy film volt, az alapja, méghozzá az Isten veled Berlin című mű, abból lett aztán egy Broadway változat, abból készült egy film, és most nálatok is színpadra kerül a Kabaré című előadás. Mi ennek a története, vagy hova repít vissza minket ez a történet? Hát az 1930-as év szilveszterén kezdődik a történet a musical verzióban, és hát ez még Hitler hatalomra kerülése előtti időszak, tehát politikailag itt tartunk. Én Sally Bowles-t játszom a történetben. Én nekem, tehát hogy Sally-t nem nagyon érdekli a politika, és ezért ő nála inkább ez a szerelmi vonal, ami nagyon fontos, de hát az egész történetet lényegében ez a szerelmi vonal határozza meg. Igen, ez határozza meg. Nézzük meg akkor egy kicsit Sally-nek a karakterét. Mondtad, hogy őt egyáltalán nem érdekli a politika, nem foglalkozik a történésekkel. Ő egy kicsit ilyen varázslatos világban én élen, egy ilyen nagyon elvarázsolt lánynak képzelem előtt. Mi az igazság? Az igazság szerintem minden színésznő egy picit máshogy játsza. Az én Sally-m is egy kicsit flúgos, tehát hogy ilyen kedvesen bolond, hogy úgy mondjam. És csodabogár. Igen. Imádja az életet, imádja a férfiakat, imád tetszeni, imádja a férfiakat az ujja köré csavarni, szexi, dögös. És akkor ezen kívül pedig imádja a Préri Osztriga koktélt, zöldre festett körmöket, meg ilyesmiket. Egyébként a Préri Osztriga koktélt, ami egy nagyon különleges koktél, nyers tojás, viszkiben, ecetben, Worcester szósszal, egy kis borssal meghintve. Úgy éreztem, hogy muszáj kipróbálnom, hogy kötelességem a szerep miatt ezt kipróbálni. Úgyhogy ez tegnap este megtörtént, úgyhogy nagyon friss az élmény. Nem akarom élőadásban megkérdezni, remélem jól van a gyomrod, én csak annyit mondok. Maradjunk annyiban, hogy nem tudtam meginni az egész koktélt, különleges és... Na jó, kimondom, undorító. Hát elég undorítóan hangzik így az összetevők alapján, de akkor ez a Sally egy vagány lány, hogyha zöldek a körmei, és ilyen italokat szokott fogyasztani. Bevállalós. Bevállalós. Krisztina, nézzük meg egy kicsit a koreográfiát, nézzük meg az előadásnak a menetét itt, amikor beszélgetés előtt mondtam, hogy már csak 8 nap, 10 óra, nem tudom én hány perc van hátra a premierig, akkor mondtad, hogy húha. Igen, és így hát gondolom, hogy egy kicsit görcsbe rándult a gyomrod. A legnehezebb időszak előtt vagyunk most, mert kezdődik a főpróba hét, és ez mindenféle szempontból nagyon nehéz, mert a díszlet, a jelmez, a szerepformálás, a koreográfia, sok-sok lépés, minden ugye a színészek fejében összekavarodik, és ilyenkor szépen lassan a premieri kitisztul. Mert egy nagyon izgalmas feladat nekem, mint koreográfusnak, ugye Bob Fosse után csinálni egy színpadi verziót, a filmet ő koreografálta és rendezte. A számomra azért is izgalmas, mert 24 évvel ezelőtt találkoztam először ezzel a darabban, még stúdiós, musical stúdiós koromban játszhattam, táncolhattam a darabban Hegyesi Aranka koreográfiájára, ami fantasztikus volt. Utána 4 évre rá a Jászai Mari Színházban, Tatabányán koreografálhattam szintén a darabot egy stúdiós vizsgaelőadásban, és aztán eltelt 20 év, és újra megkaptam, és hát én is változtam, a világ is változott, és próbáltam most ebben az előadásban valami újat belőlem előhozni. Ez milyen érdekes, hogy akkor többször találkoztál már az előadással, gondolom, hogy a filmet is láthattad, vagy a film is szolgálhat, mondjuk. Ez alap mindenkinek. Igen. Érdekes amúgy, mert én csomószor találkoztam olyan művészekkel, akik előtt már volt egy hasonlóan nagy példa, és például azt mondták, hogy nem mertem megnézni, mert hogy nem akartam majd rájuk hasonlítani, igen, hanem én magamban szerettem volna kialakítani mondjuk a saját karaktert. Igen. Ezért nehezebb, mert van egy képed, ráadásul egy jó képed, ami egy fantasztikus film, és ugye én játszottam is olyan darabban, ami fantasztikus volt a koreográfia, mégis próbáltam. Ami izgalmas még, hogy Hegyesi Aranka az én mentorom volt fiatalkoromban, és egy-egy mozdulatát belecsentem
ebbe az előadásba is. Szóval nyomokban akkor így, mondjuk egy... Így van, kettő darab pici mozdulatot, ezt említettem, és a színészeknek bajlódtak is velem, mert egy nehéz mozdulat. Igen. Igen. De így az ő tiszteletére ezt én benhagytam. A filmből például te hozol Sally karaktert, ugye a klasszikus nagy filmben, ugye Liza Minnelli játszotta a Sally-t. Így van, hát 8 Oscar díjat zsebelt be ez a film csupán, úgyhogy nem nagy felelősség nekünk végül is ezt így reprodukálni, vagy hát újra megcsinálni. Jó, nyilván csak viccelek. Egy dolgot hoztam belőle, ezt az integetést. És az is csak a nagy dal végén van benne egy pillanatra. Igen, ez minden színésznőnél más, vagy minden színésznél más, hogy szeretik megnézni az elődöket, vagy nem szeretik megnézni az elődöket. Én azt gondolom, hogy én most kezdtem a 7. évadomat a pályán, azért még eléggé az elején vagyok, tehát én azt gondolom, hogy nekem még úgymond kutya kötelességem is megnézni az előzőket, és megnéztem a színpadi adaptációkat, Básti Julit, tehát úgy sokféle verziót megnéztem, én is olvastam a könyvet, és aztán így alakul ki bennem a saját verzió. De teljesen meg tudom érteni, hogy van olyan, aki meg nem akarja, hogy befolyásolják. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor abszolút együtt élsz, úgy látom a karakterrel, mármint hogyha ilyen mennyiségű kutató munkát végzel, mert nevezhetjük kutató munkának, hogy megnézed mondjuk Básti Júli alakítását, vagy megnézed az eredeti filmet, ez mennyire nyomja rá a mindennapjaidra Sally-nek a karakterét? Hát ettől profi egy színész, hogy nem viszi be a magánéletébe a játszott szerepeket. Egyébként alapvetően én nem sosem kívánnék magamnak olyan életet, mint Sally Bowles élete, mert tragédia hátán. Tehát az, hogy ő azt gondolja, hogy a Kit Kat klubban ő egy sztár, igen, ott az egy pici lebúj, de ő hiszi, hogy ő nagy színésznő lesz. De igazából nem lehet tudni, azt se lehet tudni, hogy igazából tehetséges-e, vagy hogy mi történik ezután a kis epizód után, amit megismerünk az életéből. Tehát ezeket sose lehet tudni. Akkor ugye van egy abortusza. Találkozik az igazi nagy szerelemmel, és mégse úgy dönt, hogy mellette marad, és hogy próbáljanak meg egy új életet. Tehát mégsem a családot választja, mégsem a gyerekét választja, hanem azt a kis icipici sikermorzsát, amit ott a Kit Kat Club színpada tud nyújtani neki, mert a reflektorfény, meg a pénz, meg a nem tudom mi viszi el. Szóval én ezzel sose tudnék a magánéletemben azonosulni, mert én nem ilyen vagyok. Én családcentrikus vagyok, nekem nagyon fontos a család. Szóval, tehát magyarul... Nehéz karakter. Ezért is nehéz, igen, a feladat Zsófinak, mert hogy teljesen más. Igen. Ugorjunk még egy kicsit a koreográfiára, ugye, ha megint a filmnek bizonyos jeleneteit idézzük fel, akkor ott a tollak, a boák, a jelmezek, a díszlet az nagyon fontos, de hát nagyon fontos a tánc is. Hogyan készültetek, vagy hogyan készültök még akkor ebbe a maradék kis időbe? Hát az a jó ebben a csapatban, hogy nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Szerintem a színészek is, és a táncosok is színművészek nálunk, színészek. És tele vannak, csordultig vannak ötletekkel, úgyhogy nekem is az volt a jó, hogy az én mozdulataimra jöttek nekik is ötleteik, és együtt a kettőt, ahogy így összeformáljuk, azt szerintem majd a nézők látni fogják szombaton is. Hogyan születik egy koreográfia? Ez érdekes, erről még sohasem beszélgettünk. Mondtad, hogy te is hozol ötletet, a színészek is hoznak ötletet, akkor valami elkészül mondjuk a fejedben, de akkor a próbák azért elég sokat befolyásolnak, hogy vagy sokat alakítanak. Hogyne, meg a díszlet is, meg a rendező is. Én általában otthon felszoktam rákészülni, leszoktam írni, rajzolni, skiccelni szoktam a térformákat, és a mozdulatokat is leszoktam rajzolni. Aztán a próbán én megpróbálom átadni ezeket a mozdulatokat a kollégáknak, és hát van, akinek jól áll az, amit én kitalálok, valakinek nem, és hát ezzel én olyan szembesülnöm kell élőben, mert nem mindig az, amit én otthon kitalálok, az lesz a végeredmény. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas lesz mindenféleképpen, még alakul az utolsó pillanatig is. Ugye a mozgásról. Színészek között is vannak gondolom olyan személyek, akik jobban táncolnak, jobban mozognak, de vannak olyanok is, akiknek kicsit döcögősebben megy, na őket hogyan lehet segíteni, vagy itt volt erre példa? Hát talán
Nevek nélkül mondom. Hát színészek, ők nem táncosok, ez látszik, de rettentően igyekeznek, és mindenki olyan mozgós kultúrában van megáldva, Istennek ebben a csapatban, ami alakítható, és ők nagyon szorgalmasak, és most hosszú egy hónapos munká leszünk így túl. Úgyhogy nem volt ilyen nehézsége a dolgoknak, ami nem megy, vagy kevésbé megy, azt addig ismételjük, ameddig nem ül az ő fejükbe és a testükbe. Nézzük meg a többi karaktert is még. Kik játszanak még az előadásban? Egy másodperc múlva erre visszatérek, csak ha nem a Kriszti ülne itt, én akkor is nagyon szeretném kiemelni a koreográfiáit, ugyanis én már így hát legalább 10 éve figyelem a Turaida Színházban a koreográfiáit a Krisztinek, mert hát azóta nézem mindig az előadásokat, és én mindig el voltam ájulva attól, hogy a Kriszti mindig nagyon egyedi dolgokat csinál. És tényleg annyira izgalmas, és mindig valami új, valami izgi, sosem. Szóval, hogy mindig nem annyira mozgalmas. Akkor. Nem. És én annyira örültem, hogy ezt így együtt csinálhatjuk, ezt a darabot. Már a Zsuzsi Kisasszonyban is, még márciusban dolgoztunk már együtt, de hát azért egy kabarét, azért az más. Úgyhogy szerintem csodálatosak lettek. Ezt így halkan mondom. Koreográfiák, és hát ez egy nagyon fontos eleme a darabnak. És hát a kulcsa végül is az egésznek, hát erről szól a darab. Igen. Mesélj akkor a karakterekről. A kollégák, igen, hát Koltai Gábor rendezi, tehát ugye ő a darab rendezője, akivel egyébként én nem első körben dolgozom együtt, mert ő rendezett engem életemben először, még gimnáziumban, 15 évesen. Ezt nem is tudtam. Na tessék, mert hogy a lánya volt az én osztálytársam a gimnáziumban, és ő rendezte az ilyen iskolai kis ünnepségeket, úgyhogy nagyon vicces, hogy aztán a való életben is találkozunk, nem csak gimiben. Hát akkor Cservenák Vilmos a konferencié, ő is csodálatos lesz. A Barsi Márton a partnerem, a Cliff a szerelmem szerepében, Pásztor Máté, akkor hát Mikó Pisti és Hüvösvölgyi Ildikó, a Schneider kisasszony Schulz úr páros. Détárenikő, igen. Tehát komoly nevek, vagy komoly párosok lesznek itt az előadásban. Nézzük meg, mi lesz most a következő egy hétben. Ilyenkor már csak tényleg csiszolás, finomítás történik? Vannak még részpróbáink hétfőn, és aztán hétfő délutántól szerintem már csak összpróbáink lesznek. Táncpróba még vár ránk ma, oda megyünk táncpróbára délután. Uh-huh. Az még egy nehéz dolog lesz, hogy végleges formájába öntsük a térformákat, meg a mozgásokat, hogy ők már ne kelljen, hogy gondolkozzanak rajta hétfőtől, hanem csak a szerepformálásra tudjanak koncentrálni. Mikor fogjátok akkor játszani, mert hogy szombaton lesz majd a premier, utána milyen gyakorisággal láthatjuk majd a Turaida Színházban? Ilyen havi 2-3 előadás lesz, illetve a Turaida Színházban, és azon kívül pedig vidékre is visszük. Jó hír. Vendég játszani, igen, uh-huh. úgyhogy a vidéki nézőink is megnézhetik majd. Zsófi, Kriszti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, akkor nagyon jó csiszolást kívánunk még erre a hétre, sok vidámságot és rengeteg nézőt. Nagyon szépen köszönjük.